A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ugyamint szól hozzánk Sámuel első könyve első részének 21-től a 28-ig terjedő verseiben. Sámuel első könyve első részében így szól Isten igéje. Amikor fölment Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az Úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta a férjének. Majd az elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az Úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki. Tégy úgy, ahogy jónak látod, maradj itthon, amíg elválasztod. Csak az Úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az Úr házába, Sílóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta, kérlek, Uram, én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak. Legyen egész életéért felajánlva az Úrnak. És imádták ott az Urat. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szeretnénk mi is így együtt imádni téged. Ebben a világban, amelyben olyan sokan gyaláznak téged, amelyben sokan még a te létedet is kétségbe vonják, ahol sok mindent dőfösen számon kérnek rajtad, és felelősséggel vonnak téged olyasmikért, amiket mi követtünk el gonosz szívünkkel, mi szeretnénk meghajolni előtted, és egyedül neked adni minden dicséretet, dicsőséget, tiszteletet és áldást. Köszönjük gondviselő szeretetedet. Köszönjük, hogy gondoskodtál rólunk az elmúlt héten is, oltalmaztál ott is, ahol nem is sejtettük. Köszönjük az esőt. Alázatosan kérünk, hogy ajándékozz meg most minket lelki esővel is. A te életet támasztó és tápláló élő igéddel. Olyan tikkat sokszor a mi lelkünk is, atyánk. Úgy ki tudunk száradni. Nem marad bennünk semmi őszinte érdeklődés, áldozatkészség, szeretet. Könyörülj rajtunk és támasz minket új élete. Hogy tudjunk mi úgy élni és cselekedni, ahogyan te, Urunk Jézus Krisztus. Hogy te élj bennünk, minél többünkben, egyre hatalmasabban. Ezt az új életet kérjük tőled, és az ebben való megerősödést. Hadd, hogy ne hiába legyünk itt. Szeretnénk most csak rád figyelni, veled szemben nem akarunk bizalmatlanok lenni, tudjuk, hogy te vagy az, aki mindig a mi javunkat munkálod. Munkáld ezt most is kérünk, a te igéddel és újjáteremtő szent lelkeddel. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltár szavaival hirdetem, Isten gazdag a megbocsátásban és bővölködik a kegyelemben, és amilyen messze van napkelet a napnyugattól, olyan messzél veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amen. Istenünk, valljuk, hogy csak ugyan így van ez, a te irántunk való kegyelmed,
és nagy hűséged nem fogy el soha, és ennek köszönhetjük, hogy lehet újra kezdenünk, sőt, újat kezdenünk te veled. A te kegyelmedben és hűségedben elménykedünk most is, így szólíts meg minket, ajándékozz meg minket, a te gazdagságod szerint. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, hallottuk az imént Sámuel első könyve első fejezetéből, annak a két utolsó versét újra olvasom, a 27. és 28. vers így hangzik. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak. Legyen egész életére felajánlva az Úrnak. És imádták ott az Urat. Eddig az ige. Kedves testvéreim, 5 alkalommal volt szó eddig arról, hogy mit tanít a Szentírás a házasságról és a családról. Legutóbb ennek a hívő ószövetségi családnak az életébe pillantottunk bele, amelyről most is olvastunk itt néhány dolgot. Talán még emlékszünk arra, hogy Elkánának és Annának az volt a bánatuk, hogy nem született gyermekük. Mivel istenfélő emberek voltak, Istentől kértek gyermekáldást. És amikor megszületett a kis Sámuel, pontosan azért adták neki ezt a nevet, hogy még a neve is emlékeztesse őket mindig arra, Isten meghallgat. Isten imádságot meghallgató Úr. Amikor pedig fölcseperedett a gyermek, akkor egészen odaadták őt Isten szolgálatára. Ma egyetlen kérdésre keressünk választ, mit tanít a Biblia arról, hol van a gyermekek helye a családban? Hol a gyermek helye, hol jelöli ezt ki Isten? Először két végletet hadd említsek, amik messze távol vannak a Szentírásban kapott isteni utasítástól, de amikkel sajnos elég gyakran lehet találkoznunk. Az egyik ilyen véglet az, amikor a gyermek teher, fölösleges, csak gondot okoz. Minek is van? Jobb lenne, ha nem lenne. Vagy ha később jött volna. És sok szülő ezt meg is mondja a gyermekének. Téged nem akartunk ám, csak úgy lettél. Korábban jöttél, mint ahogy szerettük volna, szerettünk volna még tanulni, gyűjteni, utazni, élni. Ki kell mondani, testvérek, hogy rettenetes lélekgyilkosság az, amikor valaki ilyesmit mond. Már az is baj, ha ilyet gondol. De ha kimondja, az valami szülői szörnyt tett. Olyan sebeket okoz ezzel, amiket egy életen át hordoznak ezek a gyerekek. Minden alap nélkül egy életen át rossz lelkiismeretük lesz, mintha ők lennének az okai a szüleik boldogtalanságának. Mintha miattuk nem valósulhatott volna meg sok jó dolog. És sok más lelki görcs is születik abból, hogyha valaki nem érzi magát várva vártnak, elfogadottnak, fontosnak, értékesnek. Sose tegyetek ilyet. És sose kövessétek el azt a bűnt se, amikor szülők nem fogadják el a gyermekük nemét. Amikor ilyeneket mondanak, hogy ha már lettél, legalább fiúnak születtél volna. Vagy amikor a kamasz fiúkkal küszködnek, azt mondják, bár csak egy aranyos kislányt kaptunk volna. Ez is múlhatatlan sebeket okoz a gyermekeknek a lelkén. A lelki gondozó tudja, hogy sokszor ezeket a sebeket csak az igazi újjászületés gyógyítja meg. Csak a gyógyító Jézus Krisztus és az újjáteremtő Szentlélek tudja begyógyítani. Mert ezek a gyerekek aztán lelkileg egész gyerekkorukat magányosan töltik el. És van, amikor fizikailag is. Mert ha sose élnek rá a szülők velük játszani, vagy ha csak kötelességből teszik azt néha úgy, hogy játék közben is örökké az órájukat nézik, mert sietnek valahova,
ha soha nincs idejük arra, hogy úgy nyugodtan, elengedetten beszélgessenek, valamit együtt dolgozzanak, együtt megfejtsenek, együtt nevetgéljenek, akkor megint csak azt élik át, hogy fölöslegesek. Terhet jelentenek, jobb lenne, ha nem lennének. Vagy keresnek maguknak más társaságot. Aztán foghatja a fejét a szülő később, hogy kik közé keveredtek, és milyen lejtőn indultak el. Annak, hogy utcagyerek, nagyon sokféle változata van. És ez a lelkület és helyzet űzi oda sokszor a gyerekeket. Ez tehát az egyik véglet, hogy a gyerek senki, teher, minek van, menjen innen, hagyjon békén. A másik véglet pedig az, amikor bálványozzák a kicsikét. Többnyire drága játékokból építenek egy emelvényt neki, arra fölhelyezik őt, és istenként tisztelik. Körülötte forog minden és mindenki. Ő szabja meg a szülőknek az időbeosztását is, a programjaikat, ő szabja meg az étrendet a családban, a családi költségvetést, csak ugyan imádják a drágát. Ezt aztán ő meg is szokja, egy idő után meg is követeli, és torzó lesz belőle. Nem csak a nagyszülőknek a kísértése ez, hanem némely anyukáknak is, és elkezdik már az áldott állapot közepetáján. Egyre kevesebbet törődnek a férjükkel, meg önmagukkal is, és csak a várva várt kicsike tölti be a gondolataikat. Vége van mindennek, vége a házas életnek, vége mindenféle gyöngétségnek és figyelmességnek, mert jön a császár, már készen van a talapzata. És hogyha ez állandósul, s miután hazajöttek a kórházból, szintén sokadrangúvá válik minden és mindenki, és csak ő a fontos személy, akkor a legbiztosabb úton haladnak a házasságuk, meg a gyermekük tönkretétele felé. Ez a másik véglet. És mit tanít nekünk Isten igéje? Hol van a helye a gyermeknek a családban? Megkérdeztem többeket, hogy milyen sorrendbe raknák a következő három dolgot. Házasság, gyermek, Isten. Egy család értékrendjén belül. Mi a helyes rangsor? A legtöbben a gyereket tették az első helyre, utána megint a legtöbben a házasságot másodikra, Isten úgy a sor végére került. A vallásosabbak Isten tették a második helyre, és a házasság került a sor végére. És mit tanít nekünk a Szentírás? Isten igéje nagyon egyértelműen és határozottan azt mondja, hogy ennek a háromnak az Istentől rendelt sorrendje, ami nekünk és a gyermekeinknek is a legjobb, az, hogyha az első helyen Isten van, a másodikon a házasság, és a harmadikon a gyerekek. És az, hogy a harmadik helyre kerülnek ők, nem azt jelenti, hogy ők az utolsók, hanem azt, hogy az a legvédettebb hely. Mert ha egy család fölé oda borul az élő Isten gondviselő szeretete, és ezen belül a szülők mindvégig nagyon szeretik egymást, akkor ebben a kettős burokban van leginkább védve a gyermek, vagy amikor ez így van, ott általában többes számban lehet beszélni, a gyermekek. Ebben a védettségben fejlődnek harmonikus személyiséggé, egészséges jellemmé, ebben a biztonságban válhatnak a szó eredeti bibliai értelmében emberré. És amikor kiszabadulnak majd, és önállóak lesznek, akkor ebből a védettségből kikerülve tudnak helyesen élni a szabadságukkal. Mert ez a biztonság felkészítést is jelent az önállósága és a szabadsága. Isten igéje tehát azt mondja, hogy ha jót akarunk a gyerekeinknek, akkor legyen a mi életünkben az abszolút első helyen mindig az élő Isten, akit egy szívvel, egy szájjal tiszteljünk, mint szülők. Utána következzék a házastársunk, akit minden élethelyzetben a legelső sorban szeretünk,
és szintén tisztelünk és segítünk. És aztán így fogjuk tudni együtt helyesen szeretni a gyermekeinket. Nem majom szeretettel, hanem azzal a szeretettel, ami azt adja nekik mindig, amire éppen szükségük van. De ha ő áll a talapzaton, és kisistenné tesszük, vagy ha senkinek tekintjük, átnézünk rajta egy tárgy, akkor feltétlenül tönkretesszük. Elkána és Anna életében ez volt a sorrend. Egészen nyilvánvaló, hogy amikor valami gondjuk volt, azt Istennek mondták el. Gyermeket is tőle kértek. Amikor megkapták, neki köszönték meg. Amikor már nagyobb bacska volt, neki ajánlották föl, és adták vissza. Isten megbízásából próbáltak a kis Sámuelnek, meg aztán a testvéreinek, született még öt testvére, jó szülei lenni. De Isten volt az abszolút tekintély. Ő ránéztek mind a ketten. Utána egymással való tekintettel hoztak döntéseket. Ezért mondhatjuk el, hogy de jó járt a kis Sámuel, hogy éppen ilyen családba született. Hogyan működik ez a bibliai családmodell? Hogyha valóban Isten van az első helyen egy családban, aztán a házaspár következik, és utána a gyermekek a legnagyobb biztonságban. Hogy működik ez? Most csak a vázlatát lehet elmondani annak, amit erről a Szentírás nekünk tanít, de talán ez is segítség lesz sokunknak. Isten van tehát az első helyen az ilyen istenfélő családokban. És itt nagyon fontos látnunk, hogy ezt nem mi döntöttük el. Nem mi tesszük Istent az első helyre. Ő tőlünk és a mi magas vélekedésünktől teljesen függetlenül az első helyen van. Mert ő az Isten, akárhogyan vélekedik róla bárki is. A hívő ember csak felismeri, és elismeri, hogy ő az Isten, és így viszonyul hozzá. Ezért lesz valóban istenfélő családoknál természetes az, hogy ki az Úr a házban. Az Úr a házban. Az az Úr Isten, aki előtt tisztelettel borul le apai és anya, és látva tőlük a gyerekeik, ők is jó mintát, jó modellt látnak, és talán majd ők is eljutnak oda, hogy ők is Istenként tisztelik. Ezt a hívő csak fölismeri, és elismeri. És akkor kerül a helyére, és teljesedik ki az élete. És mivel fölismerte és elismerte, hogy Isten az Úr, ezért nem akar uralkodni. Sem a házastársán, sem a gyerekein, sem az öregedő szülőkön, senkin. Mert az Úr uralkodik. És együtt akarnak engedelmeskedni ennek az Úrnak. Így is van akaratuk, de közös imádság az, amit Dávid így mondott, hogy taníts engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. Nem a gyerek a kisisten. Nem a zsarnok apa próbál uralkodni. Nem a furfangos anya, vagy egy anyacsászárnő nagymama akarja az uralkodói pálcát a kezében tartani. Hanem az Úr az Isten. És mindnyájan készek meghajolni előtte. Mennyi fölösleges veszekedésnek elejét veszik így. Nem egymással mérkőznek a hatalomért, hanem komolyan veszik, hogy a tiéd a hatalom. Mi pedig egymást segítve szeretnénk a te akaratodat teljesíteni. Az ilyen családban sokkal könnyebb megbocsátani, hiszen Isten bocsánatából élnek a hívők. Sokkal könnyebb egymásnak és másoknak is segíteni, hiszen Jézus Krisztus nagy segítségét kaphatták, és ez adott nekik új életet. És sokkal könnyebb egymást szeretni, mert az Isten örök szeretete élteti őket is, és az árad át rajtuk keresztül. Az egész családi menetet meghatározza az, hogyha tudatosan az Úr a házban, őt istenítik, őt imádják, neki akarnak engedelmeskedni. És utána a második helyen a házastársam van. Nem a szüleim többé, ezt láttuk, nem is a gyerekeink, nem ők parancsolnak, az Úr parancsol mindnyájunknak,
és ő előtte leborulva mi ketten egymást szeretjük a legjobban. Azok a szülők tesznek a legtöbbet a gyerekeikért, akik egymást igazán szeretik. És nagy igazságot mondott az, aki egyszer ezt mondotta, azaz apa teszi a legtöbbet a gyerekeiért, aki nagyon szereti az anyjukat. És fordítva is. Ezt nekünk nagyon komolyan kell vennünk. Nem lehet rövidre zárni a dolgokat, illetve ha megpróbáljuk, ott mindenki sérül, és senki sem kapja meg azt, amire szüksége lenne. Mert ebben a kettős burokban vannak igazán védve a gyerekek. Ez ad olyan fészek meleget, ahol kibontakozhatnak, és ahonnan majd szárnyukra engedjük őket, és öröm lesz nézni, hogy repülnek, mert jó irányba repülnek. És a Biblia egyébként is azt tanítja, hogy a gyermek nem végső célja és értelme a házasságnak, hanem gyümölcse. Fontos a gyümölcs, fontos, hogy minél több gyümölcs legyen, fontos, hogy egészséges gyümölcsöt termjen egy fa. De a házasságnak nem a gyermek a végső célja, hanem az, amit Isten így jelölt meg, hogy lesznek ketten egy testé. Van ennek biológiai jelentése is, bele van sűrítve ebbe a szexuális élet, majd erről is lesz egyszer szó, de benne van ebben az is, hogy két egymás szerető ember között olyan különös lelki egység jöhet létre a házasságban, ami egyetlen más emberi kapcsolatban sem jöhet létre. Szinte egy új személyiség valósul meg, a házasság személyisége. És ez a végső cél. Így érthetjük meg azt, hogyha egy házasságba nem adatik gyermek, pedig szeretnének, akkor annak a házasságnak is van értelme. Az emiatt még nem válik értelmetlenné. És amikor az utolsó gyermek is kiöpült és önálló lett, akkor a két otthon maradt szülőnek a házassága nem vált céltalanná. Ha addig is fontosak maradtak egymásnak, és ápolták az egymással való közösségüket. Nem a gyermek a végső értelme és célja, hanem drága gyümölcse. Fontos gyümölcse, nagy kincs, de egyszer véget ér az, hogy kicsik maradnak. És mi van akkor? Ezért kerül válságba olyan sok házasság, amikor megint magukra maradnak. Nem tudnak mit kezdeni egymással. Mert addig sem ők voltak a legfontosabbak egymás számára ezen a földön. Erre tudatosan törekedni kell minden házasságban. És megint csak azt kell mondanunk, hogy Elkána és Anna házassága szép példa erre. Elkána akkor is látta értelmét a házasságuknak, és nagyon szerette a feleségét, amikor hosszú időn át még nem született gyermekük. És akkor sem fordult el a szíve tőle, amikor végleg otthagyták a kis Sámuelt Éli főpapnál a sílói templomban. Mert nem a kis Sámuel kötötte őket össze, és nem ő volt az ő házasságuknak a tartalma. Hogyha így van, csak akkor következik be az is, hogy nem lesz féltékeny Istenre, egyik házas fél sem. Ez is azért fordul elő, mert egymással nincs meg az Istentől rendelt kapcsolatuk. Nem kell nekünk félnünk attól, ha a házastársunk nagyon szereti az Úr Jézust, és nagyon engedelmeskedni akar neki. Tegyük ezt együtt. Szeressük együtt az Urat. Ebben a szeretetben lesz igazán masszív és teherbíró az egymás iránti szeretetünk is, és így fogjuk okosan szeretni a gyerekeket is. És így beszéljünk erről a bizonyos harmadik helyről, amit a gyerekeknek jelöl ki a Szentírás. Ha így lesz harmadik helyen a gyermek, akkor soha nem lesz feleslegessé, de soha nem fogjuk bálványozni őt. Akkor nem fogjuk imádni, hanem szeretni fogjuk. Szeretni pedig azt jelenti a Biblia nyelvén, hogy megadom a másiknak azt, amire szüksége van. És néha arra van szüksége, hogy kiporoljuk a fenekét. Erről is beszél a Szentírás. A kemény szeretetről. Nem azért, mert engem földühített a főnök, és most megverem a gyerekemet, hanem azért, mert neki akkor arra van szüksége. Ehhez kell Istentől kapott bölcsesség.
De ez is csak akkor működik jól, ha mindenki a helyén van. Isten is a helyén van, akire ilyenkor föltekintünk, hogy Uram, mit kell most csinálni, mert ilyen helyzet még nem volt. Még 4 éves sose volt, még 13 éves sose volt, 20 éves se sose volt. Minden feladat új a nevelésben, és egészen másként 14 éves az egyik, mint a másik. Nem is lehet Istentől kapott bölcsesség nélkül helyesen nevelni őket, helyesen szeretni őket, megadni nekik azt, amire szükségük van. De hogyha kiki a helyén van, akkor Isten csodálatosan megadja ezt, és sokszor maga a szülő csodálkozik azon, hogy hogy tudtam én most így eltalálni, hogy ez volt a helyes az ő érdekükben. Isten vezet ebben minket. De a gyerekek nem kultuszra vágynak, hanem arra, hogy gyermekként szeressük őket. És ahogy nőnek, egyre több szabadsággal neveljük őket. Nem az, hogy szabadon eresszük őket, aztán csinálja, amit tudsz a nagy életben, hanem fölkészíteni arra, hogy legyen iránytűje, amivel eligazodik az élet dzsungelében. Hogy legyenek szempontjai, amik alapján dönt majd egy számára meglepő helyzetben. Hogy hadd látott otthon sok-sok jó példát arra, hogy ilyen helyzetben mit kell csinálni, olyan helyzetben mit kell csinálni. És nem biztos, hogy úgy fog viselkedni, mint ahogy a szülőktől látta, de ha az alapokat leraktuk, akkor azokra az alapokra fog építeni, amik igaznak bizonyultak a szülők életében is. Ilyenkor bosszulja meg magát, testvérek, az, ha valaki bálványozta a gyerekét, mert aki bálványozza, az magához igyekszik kötni. Képtelen elengedni, sose lesz igazán önálló, a szabadsággal helyesen élni tudó felnőtt, érett személyiség a gyermeke, és a szülő önzése értéktelenebbé teszi a gyermeket. De ahol egy szülőpár imádja az Istent, aki az első helyen van, igazán szereti egymást, az így tudja nevelni a gyermekét, és így tudja majd elengedni azt, ahogy itten Anna és Elkána tették a kis Sámuellel. Ők nem tekintették saját tulajdonuknak ezt a gyermeket, mint ahogy nem is az. Minden gyermek az Isten tulajdona, aki teremtette őket. Csak ránk bízza egy időre. Mondom Jézus Krisztus szép szavát, sáfárokká teszi a szülőket egy időre, hogy lehetőleg ne tegyenek kárt a gyerekeikben, hogy ne csak az atyáiktól örökölt hiába való életet vigyék tovább, hanem Istentől kapott kincseket is tudjon továbbadni nekik a szülő, és amíg a szülő nevelheti őket, addig hadd ismerjék meg a gyermekek azt, akinek a tulajdonai ők. Hadd ismerjék meg a szülőtől az élő Istent. Ez gyönyörű papi feladata minden szülőnek és mindenkinek, akire Isten gyermekeket bízott. Ez tehát a bibliai sorrend, Isten, a házasság, házaspár, házastárs és a gyermek. És akkor járnak jól a gyerekeink, ha ezt komolyan vesszük. És ha egy családban nem Istenfélők a szülők, akkor is ez a sorrend, hogy előbb a házastársam, és utána a gyermekeink. Ez nem a gyerekek elhanyagolását, mellőzését jelenti, remélem ezt nem kell itt most magyarázni. És mondd-e valamit a Biblia azokról és azoknak, akiknek nincsen házastársuk, és akiknek nincsenek vérszerinti gyermekeik. Mondd bizony. Valaki, aki egész életében egyedül élt, nem házasodott meg, nem születtek gyermekei, ezt írja az egyik levelében. Gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, ami kiábrázolódik rajtatok a Krisztus. Pál apostol egyedül élte le az életét. De mivel az életében az első helyen az élő Isten állt, ezért szenvedélyes vágyat érzett arra, hogy legyenek lelki gyermekei. Hogy bábáskodjék emberek újjászületésénél. Hogy sokakat oda vezessen az Úr Jézushoz. És ennek érdekében mi mindenre képes volt. Képes volt minden áldozatra.
amíg olyan korúak voltak lelkileg, tejjel táplálta őket. Amikor már kinőtt a foguk, és kicsit érettebbek voltak, keményebb eledellel táplálta. Ott van a leveleiben a nyoma ennek. Név szerint számon tartotta őket. Volt úgy, hogy naponta imádkozott értük. Amikor leveleket ír nekik, a levél elején biztosítja őket erről. És egy csomó nevet felsorol, és érdeklődik, hogy és ez hogy van, és azok kibékültek-e már, és amaz meggyógyult-e már. Mert naponta hordozlak titeket az Isten előtt. Szenvedélyesen szerette a lelki gyermekeit. És egyre többeket hívott oda az Úr Jézushoz, hogy új életet kapjanak. És ez nem csak a nagy Pállal volt így. Ez ma is így van. Akinek az életében csak ugyanaz Úr az Úr. Aki Jézus Krisztust, mint Urát tiszteli és követi, annak a szívében szenvedélyes vágy ébred, hogy sokakat hozzávezessen. És ahogy az ő életét Jézus oldotta meg, sok nyomorult embernek a nyomorúsága, hadd oldódjék meg, így igazán, és legyenek boldogok. Mint ahogy minden szülő szíve vágya, hogy a gyereke boldog ember legyen. Minden hívőnek a szíve vágya, hogy legyenek lelki gyermekei, és azok boldogok legyenek. És ilyen értelemben érvényes az Ézsaiás 54.1, ahol ezt mondja Isten, ujjong te meddő, aki nem szültél, vígadozva ujjongj és örvendj, aki nem vajúttál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ezt mondja az Úr. Isten segítsen mindnyájunkat, hogy akármilyen a családi állapotunk, akárhogy alakult az eddigi életutunk, akármilyen a sorsunk, kerüljön az első helyre a föltámadott dicsőséges Jézus Krisztus. Tudjuk őt igazán tisztelni, Istenként magasztalni, megváltónként hálát adni neki, tanítványaiként követni. És aztán legyen ott a szívünkben ez a vágy, és engedjünk ennek, hogy akár vannak vérszerinti gyermekeink, akár nincsenek, legyen minél több lelki gyermekeink, akiket sokszor fájdalommal szülünk meg újra és újra. Olyan furcsa ez itt, ahogy mondja az Pál apostol, hogy ismét fájdalommal szülök. Mert visszaeshetnek, elbukhatnak, megcsúfolnak bennünket, hálátlanok lehetnek. De nekünk makacsul szabad hinnünk, hogy akiben Isten elkezdte a munkáját, az be is végzi. Nem mi szüljük újjá őket. Mi legfőjebb megszülni tudtuk az édesanyjuk őket. Isten szent lelke teremti újjá az életüket. De mi tudjuk mutatni az utat, ami Jézushoz vezet. Tudunk előttük járni, és elmondani azt, amit Pál lemelt írni, hogy legyetek az én követőim, miképpen én a Krisztusé. Ebben akar minket megújítani Isten. És akármilyenek a körülményeink, sokakat vezethetünk hozzá. És aztán rábízhatjuk őket a mi hű Jézusunknak a kezére, aki nem feledkezik el rólunk, és ha mi már lehunjuk a szemünket, és nem tudunk értük imádkozni, ő akkor is szüntelen él, hogy esedezzék értük, és ő, aki elindítja őket az úton, célba is fogja vezetni őket. Imádkozzunk! Köszönjük, dicsőséges Úrunk, hogy te hűséges kézzel vezeted azokat, akik bíznak benned. Bocsáss meg, ha sokszor bántottunk téged bizalmatlanságunkkal. Bocsáss meg, ha nem merjük igazán nagy békességgel rád bízni a gyermekeinket sem. Bocsáss meg, ha szüntelenül aggódunk a lelki gyermekeinkért, ahelyett, hogy dicsőítenénk téged bennük végzett munkádért. Kérünk, növeljed a mi hitünket. Bocsáss meg azt a sok bűnt, hibát, vétket, amit ezen a téren elkövettünk. Itt is, ott is, ahogy hallottuk a te igéd tanítását, magunkra ismertünk. Kérünk, te hozd helyre, amit mi elrontottunk, és segíts másként folytatni. Adj bátorságot újat kezdeni a házasságunkban, a családunkban, az egyedül létünkben. Mutasd meg, hogy mik azok a feladatok, amiket te bíztál ránk.
nem mással akarjuk tölteni ezt a rövid földi életet. Segíts minket a helyünkre állni, hogy elvégezzük tőled kapott feladatainkat. Add, hogy hű és bölcs sáfárok legyünk mindenféle értelemben és összefüggésben. Így könyörgünk hozzád szeretteinkért. Könyörgünk a felnövekvő nemzedékért, hogy minél többen megismerjenek téged. Neked köszönjük meg a most befejeződött tanévet. Kérünk, készíts pihenést a pedagógusoknak, és add, hogy az ifjúság is tisztán és értelmesen töltse a nyarat. Könyörgünk hozzád, adjál sok lelki áldást azon a sok konferencián, csendes héten, ami előttünk van. Könyörgünk gyülekezetünk kicsinyeiért is, akik éppen tegnap indultak el egy ilyen csendes hétre. Add ismerjék meg minél előbb a te örök szeretetedet, megváltó Urunk, Jézus Krisztus. És a te szent lelked vezessen minket a tanítványjá tétel szolgálatában is, hogy hadd legyenek nekünk lelki gyermekeink, akik majd, ha megállunk előtted ama napon, csöndesen ránk mutathatnak, hogy mi vezettük őket te hozzád. Legyen azért is egyedül tied a dicsőség, ha ezt végezhetjük. De vezess minket ebben a szolgálatban. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránti szeretetben, hogy erőssé tegye szíveteket, fedhetetlenekké a szentségben Isten előtt. Amen.